A negyedik negyedet az Eisberg támogatta. Az olyan helyes, hogy palikáznak, ahelyett, hogy azt mondják, hogy Palika bácsi. Pál bácsi. Nem. De azt mondd meg nekem, hogy miért mondtad nekem azt, de ezt kalálkomóan kérdezem, hogy én foglak eltemetni téged, és ezt te mondtad nekem. Hát sokkal hát, öregebb vagy nálam. Először is, ahogy elnézlek, nem tűnik fel, nem félre a bit fel. Én azt gondolom, hogy megvan nekem a 106 év, számolt ki, hogy akkor te már milyen öreg lennél. Tehát én nagyon fogok, én tényleg, nekem, én most halálkomán mondom, és te ezt tudod, nekem hiányozni fogsz. Azért magyarázsak ezt a 106-ot? Hát nem tudom, valahogy egyszer csak jött egy szám, vagy álmodtam, vagy nem tudom mi, de valamikor egyszer csak kimondtam, ami bennem volt, hogy 106 évig fogok élni. Uh-huh. Nem tudom, hát ezek el szoktam viccelni a dolgot, de én most elmondom neked, hogy halálosan komolyan úgy gondolom. És ami egy nagyon fontos kérdés, hogy addigra megtervezik azt a pneumatikus tolószéket, amit én ülök benne, és suhanok közted. Már repülni fogsz tudni. Nem repülni, hanem surranok majd, hogy ha valaki nem úgy viselkedik, akkor annyi erő még lesz, hogy fenékbe tudjam rúgni, mert nekem lényegi kérdés, tudod. Igen, és az egész környezeted is erre vár. Jó, figyelj, egy kicsi számvetést szeretném, hogy csinálnánk, és most nem a munkáidra, azt mindenki tudja már, nem tudom én, de azt igen, hogy bele, eddig, mert van még hátra akkor sok, hogy eddig belefért minden, amit te akartál? Több is, és mindig azt gondolom, hogy az én sorsom az egy nagyon kivételezett sors. Tehát ahogy bekerültem a szakmába, ahogy kiderült a bekerülés után jóval, hogy alkalmas vagyok erre a dologra, hogy olyan emberek lettek a barátaim, olyan emberi környezetem lett azáltal, hogy színészek, meg ez a világ, amiben én beleszerettem. Csináltam jót, csináltam rosszat, hogy ezek hova kerülnek majd, ez engem baromira nem érdekel. Én úgy magamról sejtem, hogy a képességeim, mint minden embernek megvannak a határai. De eddig körülbelül azt futottad, amire képes volt? Abszolút. Nem körülbelül. Nem körülbelül. Én most az egy kicsit erős, hogy többre, de tele van az a pohár, amelyik az én képességeim, és ami abból létrejött. A tévedéseim is benne vannak természetesen. Most lehetne azt mondani, hogy elégedett vagyok. Tehát én ilyet nem mondok, mert az tudom, hogy az. Tehát én nagyon elégedett vagyok a magam létével. Ki vagyok békülve saját magammal, ki vagyok békülve a világgal, nem természetesen, de ez így van rendén, mert ennek a feszkónak mindig meg kell lenni, hogy az elégedetlenség, tehát az nem az én környezetemre vonatkozik, hanem arra a környezetre, amelyikben vagyok, amelyiket szeretek. Tehát ott van mindenféle problémám, meg hát azok mindig szoktam mondani, hogy ha minden rendben lenne, akkor olyan unalmas lenne az élet. Tehát. Most te vagy egy nagy játékos vagy, aki elhitetted a világgal és önmagaddal is, hogy minden happy. Hogy elhiteted magaddal, hogy 106, hogy elhiteted magaddal és a világgal, hogy nálad jobban már csak a kövek és az élettelen tárgyak vannak. Vagy pedig tényleg ekkora szerencséd van. Hát, hogy... Nézd, nagyon sokszor tesztelem magam, hogy az a fajta
Hát, kimondom, azt voltam, tudom, hogy ez nagyon nem művészi. Az a fajta elégedetlenség a sorsom, vagy elégedettség a sorsommal, amit érzek. Hogy ez egy önbeporzás, vagy pedig valóban. Odáig eljutottam, hogy azt hiszem, hogy nem önbeporzás, de hogy aztán ez teljesen valós-e. Vagy van ebbe egy sor, vagy van ebbe egy olyan réteg, amelyik nekem fontos, hogy legyen. Tehát azt úgy hívják testvérek, mondjuk, hogy önámítás. De lehet, hogy van ilyen benne. És most mindegy, hogy mi, de ez segít abban téged, hogy hát legalábbis látszólag nem öregszel, vagy nem sokat? Tehát, hogy ez fiatalon tart? Ez a fajta komfortérzés? Én ebben nem szoktam gondolkodni, ez egy genetikai kérdés. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy mindent meghatároz az ember genetikája, és mindent meghatároz a genetikán túl, vagy innen, az a sors, ami sors van nekie. Jó. Tehát, genetika, oké. Tehát, azért itt egy környezet, nem, figyelj, itt volt egy szocializmus. Én mondok neked valamit. Valamelyik nap úgy gondolkoztam, hogy hogy ha én szeretem az életet, és tényleg szeretem, ebben nincs semmi fajta, hogy valószínűleg az élet is szeret engem. Tehát és olyan, annyira tudom, hogy ebben a sok kókat pöcs között, amit meg a siránkozás, meg a... És ráadásul nekem van egy ilyen feleségem is, akinek állna azt mondom, hogy gondold már végig, hogy vagyunk ebben a világban. De megteremtettem az egzisztenciámat, mit kell tudom, megteremtettem a családomat, megteremtettem valami fajta néhány dolgot, amelyik celluloidba van vésve. Tehát, hogy mondjam, most mondjam azt, hogy hol az Oszkár? Jó, csak nem. Vagy mit kell nem mondani? Mire kéne panaszkodnom? Nem kell panaszkodnom, legfeljebb. Tud, azért, hogy mondjam, azért az a világ, ami körülvesz engem, minket, ebben a világban vannak nem liblingeim. Tehát van egy sor olyan dolog, amivel nem, hogy nem értek egyet, de. Ilyenkor azt szoktam magamnak mondani, hogy elmúlt a 80 éves. Mennyibe? Mindjárt 82. leszek októberben. Elmúlt, mi a pöcsnek? Ezt intézzék el azok, te annyi energiát, hál' Isten még van maradt, hogy azt a környezetet, amik a tiéd, azt rendben tud tartani, annyi energiád még maradt, hogy azt a fantasztikumot, hogy filmcsinálás lehetőséged, de most mondd meg, szóval, mert ugye azt kérdezted, hogy én ezt elhitettem-e magammal. Most megpróbáltam neked a változatosság kedvére olyan érveket mondani, hogy most mit csinál. Ja, és várjál, és még egy dolog, ami nagyon fontos. Bennem van egy olyan önirónia, amelyik, azért, hogy mondjam, most nézd rám, hát van egy olyan önirónia, hogy ebben a fazonnal ezt végigcsinálni, ezt, hogy nem tudom, a csajok imádtak, most meg a feleségem bír, szóval mit akarsz tőlem? Hát, hogy a hallókészüléket ne kell még berakni a füledbe, hogy a meseköved rendben legyen, hogy az apró urológiai probléma az nem erüljön föl, hogy a szíved jól ketyegjen, hogy nagyot tudjál még a... Mondtatok valamit? Almába harapni. Szóval csak azért sok minden van, amit még akarunk mindannyian. Nem. Most várjál, én beszélek. Hát miért? Hagyjál békét. Mert a test is nagyon fontos. Igen, egyetértek veled. Ebből kifolyólag erre is van egy magam fele szóló instrukció. Vedd tudomásul, hogy az idő múlik. Vedd tudomásul, hogy már nem olyan biztonsággal veszed fel a nadrágod, mert az egyensúlyérzéked. Vedd tudomásul, hogy a lépcső jobban kell vigyázni. És ha ezt nem tudod, ha nem veszed tudomásul, amit te most, hogy mondjam, a nyilvánvalót kérdezted, persze, vagy mondtad, ha nem tudsz ezekkel együtt élni, ha ezek a dolgok téged mélyen megrendítenek, akkor... engem meg nem. Én tudom, hogy van egy medence valahol a környéken, talán otthon, ami 9 méteres. Tavaly még át tudtam úszni 4-szer víz alatt.
Most nagyon erre megy a három is, úgyhogy ezen a nyáron nekem a negyediket még meg kell csinálnom. Ha nem, akkor jövő nyáron már csak hármat fogok csinálni. De tehát, ettől nem dőlsz. De hogy is? Hát az 3x9=27. És még meg is kell fordítani, nem egyszerű a dolog. Tehát mi ennek a... Nem is a lényege, csak hogy gondolom én. Én úgy gondolom el, hogy meg kell szokni saját magunkat. Én megszoktam. És a környezeted is elfogadja, a feleséged? Ha vége van ennek az interjúnak, főhívom, megkérdezem, de megvagyunk. De megvagyunk. Szóval ez is egy olyan dolog, tudod, hogy itt volt ez a másfél éves, vagy több mint egy éves kihagyás ugye az egymások kapcsolatában, és amikor elkezdődött, akkor én biztos voltam, hogy vége lesz ennek a házasságnak, mert ugyanis tudtam, hogy ez ilyen sokáig, nem tudtam, hogy ilyen sokáig tart, de ha sokáig tart, akkor én nem fogom kibírni ebben a feleségemmel. Tudod, milyen érdekes? Hogy jó volt. Fontos volt az életemben. Ez az egész másfél évi otthon levél. Én összesen életemben nem voltam annyi otthon minden alatt, az időszak alatt. És pont jókor jött. Mert ugye 20 éves koromban meghűlök. Érted? De hogy 80 fölött jön egy ilyen, hogy ki tudom nyújtani, el tudok kezdeni gondolkodni. Elő tudok venni olyan dolgokat, amik ki vannak 20 éve készítve, hogy ezeket nekem el kell olvasni. De te még tervezel ezek szerint? Mit kérdeztél? A hallgató és a néző vélhetően nem érti, hogy itt mit kuncogunk és mit froclizzük egymást, de azt el kell mondanom, hogy ezer év ez rikáljuk egymást, és egyébként komolyan gondoltam, Palika, hogy meddig tart az, amik hosszú távon tervez az ember, vagy ilyen szempontból neked megállt az idő? Mert látsz jövőre. Tudod, a középkorban úgy csináltak az alkimisták aranyat, hogy közben nem volt szabad gondolni a fehér elefántra. Én így vagyok a halállal. Nem. Először is nem hiszem el, hogy velem megtörténhet. De ezt most majdnem komolyan mondom. Tudom, hogy megtörténik, és jó. Mert ezelőtt egy évvel talán ilyen nyár volt, és fölébredtem éjjel, valamit álmodhatom, és kimentem a teraszra, és sok fa van ott, meg mindenféle növény, és az jutott eszembe, hogy ez hogy lesz, életem belül, ez szabály volt, hogy lesz, hogy én nem leszek, és ezek nőnek tovább, meg ezek lesznek, meg ezeket majd az eső, meg a nap. És annyira hihetetlen volt az a szó, hogy én nem leszek. Szóval egyszerűen belém hasított. És akkor másnap úgy gondolkoztam, és az jutott eszembe, hát Sándor Palika, hát már volt olyan, hogy nem voltál. Hát voltál ilyen kis ilyen kis valami, rohangáltál, nem tudtál magadról. És aztán beérkeztél, és lett belőled a Sándor Pali. Tehát az én életemnek, meg a tiédnek is volt egy olyan szakasza, amiről nem tudsz, ami nincs. Mert engem a nincs, az a problémám ebből, hogy én nem leszek. Hogy az Istenben van az, hogy én nem leszek? De természetesen ezek, tudod, ezek azok a gondolatok, amiket el nem mondanék neked, hogyha nem csinálnál erről filmet. Idejövet gondolkoztam, hogy mennyit adjak én ki magamból, és tudtam, mindig hogy... Mindig elhatározott, hogy semmit, és a végén nem, csak van de egy nem, jó mondatot. Nem, az nem határozom el semmit, most már te elhatároztam, de már jól vagyok. Nem, ez mindenkinek. Nem. Jó. Figyelj, ha én Isten hívő lennék, és nem zsidó lennék, hanem katolikus, és hinnék a feltámadásba, az jó lenne, hogy egy, lehet, hogy jó lenne, de én nem vagyok hívő, tehát ateista vagyok, ráadásul nem vagyok katolikus, hanem zsidó, és így ez nekem nem jöhet be, tudod? Tehát megpróbálok, nem barátkozom én ebben, mert soha életben nem fogok tudni megbarátkozni avval, hogy
hogy én egyszer majd nem leszek, hanem, és innentől kezdve marha bonyolult, hogy mi minden zajlik az emberben. Nagyon. Azt hiszem, hogy könnyebb, de ugyanakkor legalább olyan nehéz dolog arról beszélni, hogy mennyien mentek el, akár csak az utóbbi időben mellőlünk. Tehát, hogy vannak pótolhatatlan veszteségeink, vannak temetőbejárásaink. Hogy más ne mondjak, az egyik olyan ember, a Garas Dezsőre gondolok, aki neked nagyon fontos volt, amikor meghalt, akkor én láttam rajtad, én éreztem, én tudtam, hogy nagyon megviselt. De hát ez nyilván a sok közül egy. Nem a sok közül egy. Ez tudod, nem is, hogy egy idő után az ember, mivel hogy tudom, hogy nekem nem ment el, tehát nekem ő itt van, és itt van nem csak a fotóiban, meg a Freudban rögzített dolgaiban, hanem itt van bennem a történeteivel. Nem szabadulok, nem is akarok. De van még néhány, nem ez a baj. A baj az, mert egyetlen egy dolog van, ami a hosszú életben problémát jelent nekem. Hogy egy idő után kinek fogom azt mondani, hogy emlékszel? Most még van néhány olyan ember, már nem sok, akikkel föl tudom idézni azt, hogy mi volt 30, 40, 50 évvel ezelőtt. De mi van, ha már ezek nem lesznek, és én, ahogy mondtam, neked leszek? Hogy kinek fogom azt mondani, hogy emlékszel? És ez szar. Na, ez szar. Ma oda akart eljutatni, hogy mi nekem a szar. Ez szar. Tudod? Rövid történet, majd egyszer filmesítsd meg. Nagypapám egy nagy baráti társasággal minden évben dobogó könnyarral, 20 éves kora óta. Majd megöregedtek, és már anyám vitte fel őket dobogókőre, nagypapát és nagymamát. Aztán már csak a nagypapát vitte fel a dobogókőre, aztán meghalt anyám, és én vittem fel a nagypapát. És eljött az alkalom, amikor fölvittem, kezet fogott a barátjával, majd visszült a kocsimba, és hazamentünk. És a rákövetkezébe fölvittem, körülnézett, visszült a kocsiba. És ebbe volt valami, ami tényleg nagyon tragikus volt. Hozzáteszem, hogy ott bujkált egy kicsi mosoly benne, hogy de én még vagyok. Hát, hogy mondjam neked, ezt át fogom élni majd, és valószínű, hogy nekem is bujkál, de ez nagyon, nagyon hamis mosoly lesz valószínű. Az már nem olyan, tudod, hát olyan nehéz dolog az, hogy megint a nincs. Csak az ember kitalálja magának azt, hogy rá van egy képem otthon a Dezsőről, szoktam elmondani, na mi van, faszikám? És minthogyha valamit úgy tám válaszol is, vagy nem tudom, tehát az ember igyekszik meg mániákusan és mindenfajta eszközzel, hogy nem elengedni ezeket az elképesztő élményeket, amit egy együttmunka, egy barátság, egy több évtizedes mindenféleség, tudod? Na most ez például már nem, ezzel a hévvel, ezzel az erővel már nem jöhet be az ember életébe. Na most ez... Most erre azt tudom mondani. De várjál, ezzel azt is mondod, hogy az ember öregszik, akkor már új barátságok nem annyira jönnek, vagy nem olyan mélyen, vagy ezek más. Más. Mm-hmm. Ha az barátság volt, akkor ami most például, most mindegy, hogy kivel, az nem, még csak az se. Az sem. Jó vele együtt lenni, de hol van az, hogy figyelj? És akkor tudod, Dezső, amikor elásztunk ott a Vörösmarty téren, és megesküdtél, hogy visszamész a feleségedhez. És akkor hajnalban láttak, hogy mentél az Attila úton, és a felesége nem arra lakott, mint tudjuk. Na most ez, érted? Hát ezek hol vannak? Ezek dimenziók, hát azért ezek olyan dolgok, de tudod, azt gondolom, hogy én el tudtam helyezkedni a gyerekkoromban is, amikor az egy nagyon, nagyon durva gyerekkor volt. El tudtam helyezkedni
a mostanban is, amelyik, mint közöltem veled, nem durva. Azt gondolom, eddig mindenben el tudtam helyezkedni. Én azt gondolom, hogyha majd jön ez, avval az erővel, ahol most még nincs, kusolj, most még nincs, tudod? Akkor majd megtalálom annak a módját, hogy kell mégis valamiért, miért érdemes még valamiért élni. Mert ez nagyon jó cucc, ennél jobb nincs. Ez egy csoda, hogy most itt ülök veled, és most nézel, és azt mondod, hogy majd mondok valami olyat, ami érdekes. Nem erőlködök, eljön. Nem is hiszek abban, hogy olyat mondasz. De te viszont nagyon fontos kérdéseket teszel fel, és igyekszem. Jó, utolsó kérdés vagy kör, a temetésed. Nincs közöttök hozzá. Nincs közöttök hozzá. Senkit nem akarok ott látni. Úgy akarok, ebben biztos vagyok. Ennyi álságot. Nem azért nem szeretek temetőbe járni, mert bizonyos helyzetekben meghatódok. Hanem az, hogy kimennek a temetőbe, kimegyünk a temetőbe, ott van az az ember, aki valamilyen formán van, hozzánk tartozott, és arról beszélgetünk, hogy kit kell fölhívni holnap telefonon, és ezt nem akarom. Ezt én nem akarom. Maradjatok otthon nyugodtan, dumáljatok meg a cuccaitokat, írjátok ki a Facebookra, jó sokan, hogy szegény Pali, hogy mekkora nagy ember volt, meg mit tudom én mi, de kus, el tőlem. Egy szót fogok odaérni, jó? Hiány. Ha fordítva lennek, ott eid. Ez nagyon fontos dolog. És most muszáj ezt nekem a szemedben mondani? Hát igen. Én ki fogom írni, hidd el nekem. Jó. Ennyi.